Nagyon sok szeretettel köszöntöm a kedves nézőket itt a Fakó Éva sportuszodában, ahol a Dunaújvárosi Egyetem az Grafics felnőtt női csapata mérkőzik meg a női országos első osztályú bajnokság nyitó fordulójában a Ferencváros csapatában. Ezzel a találkozóval hivatalosan is megkezdődik a 2017-2018-as bajnoki szezon. Kezdjük a csapatok bemutatásával. Először a vendégcsapat két sapkával. Egyes sapkával Csehó Kovácsné Kasovós Mira. Kettes sapkában Péter Tóra. Hármas sapkában Bot Vivien. Négyesben a csapat kapitány Kistelegi Dóra. Ötös számban Lágói Zita. Hatossal Kövesdi Vivien. Hetessel Ülés Henrietta. Nyolcasban Muznai Panni. Kilencessel Puszti Dóra. Tízesben Bújka Barbara. Tizenegyesben Kövér Kis Réka. Tizenkettesben Gerendás Matilda. 13-assal Gémes Alexa. 14-esben pedig Varga Krisztina. Csapat vezető edzője Béres Gergely. Segédedző Gerendás György. A csapat vezető pedig Kárpáti Péter. És most jöjjenek a hazaiak fehér sapkában. Egyessel Kis Alexandra. Kettes Rászilágyi Dorottya. Hármasban Sajben Nikolaj. Négyessel Gulisak Tigréta. Ötössel Horváth Brigitta. Hatosban